Végig jöttünk egy 60 hektáros területen, talán a felén vagyunk túl? Hát éppen hogy a felén. Éppen hogy a felén. Hány épület található ezen a területen, és mit kell leginkább tudnunk róluk? 60 hektár, de most vettem az Erdély tájegységhez még 11-et az állam számára, tehát bővül a skanzen. Jelen pillanatban 312 épület van, ez 7,5 tájegységbe csoportosítva mutatja be a trianoni Magyarország népi építészetét, lakáskultúráját, életmódját, gazdálkodását. Majdnem minden épületünk eredeti, hitelesen áttelepített, és amelyeket nem tudtunk megmenteni, vagy nem tudtuk elhúzni, de mégiscsak fontos volt a koncepció szempontjából, azt pedig másodban építettük meg. Azt hiszem, hogy a Rotary a mai rendezvényhez az egyik legjobb helyszínt választotta, hogyha országosan körülnézünk még ebben az esetben is. Mekkora a nemzetközi visszhangja ennek a területnek? Milyen visszajelzések érkeznek Önökhöz? Óriási, hiszen már amikor a világelnök elindította az egész világra szóló akcióját, hogy 1.200.000 rotar és 1.200.000 fát fog elültetni a világ 200 országában. Olyan érdekes volt, hogy nyaralás alatt Amerikától, Új-Zélandig telefonokat kaptam, de én is rotaris vagyok, és én is voltam kormányzója ennek a rotarinak, és régi kormányzó barátaim kérdezték, hogy te vagy ott a világelnök mellett, ez a te múzeumod? Tehát nem igaz, hogy mekkora népszerűsége volt az ötletnek, hiszen ez zseniális ötlet, azt gondolom, és pontosan hozzáillik ahhoz, amit a Rotaryról tudnunk kell, hiszen ez az egyetlen olyan civil szerveződés, ami az ENSZ mellett tanácsadó joggal részt vehet a közgyűléseken. Tehát, hogy egy olyan egész világra átható és kiható hálózattal rendelkezik, ami bámulatra méltó, és amikor a Rotary valamit elindít, például az, hogy a szabincseppek minden gyerekhez eljussanak, és a póliót, a gyerekbénulást vissza lehessen szorítani, az például mi kezdtük el 20 évvel ezelőtt, és ma már csak 4 ország van az, ahol megvannak a nyomai, de ott sem már halálos járvánnyal, csak megvannak a nyomai még a póliónak, ezek elsősorban a kemény fundamentalista háború által sújtott területek. Tehát, hogyha valamit a Rotary elindít, az valami olyan társadalmi hatása van, olyan visszhangja van, hogy biztos, hogy mások is fogják követni. És ma ebben a furcsa világban, amiben élünk, ahol az emberiség azért nagyon sokszor eltéveszti saját maga szerepét, szereptévesztésben van, pusztítja ezt a környezetet, azt az úgynevezett ökológiai lábnyomot szélesíti, pedig szűkíteni kellene, akkor egy ilyen ötlet, hogy az Rotary akkor most visszaültet fákat, és valamit tegyünk a környezetünkkel, a természetvédelemmel, azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó gondolat, és egy rendkívül támogatható ötlet, és én pedig rendkívül boldog vagyok, hogy ez itt az én